Mondjuk, hát ez még mindig rossz helyre jön. Ezt újra kell indítani. Hell kávé. Igen, hell kávé. Itt van ilyen hell kávé. Amúgy tényleg egész jó, és nem energiétal, tehát nem szénsavas, csak kávé és a hell csinálja. És finom, legfőképp. Lehet, hogy még egy lámpát felkapcsolok, mert... Ez fájt mondjuk. Ez túlzás, hogy sokat segít. Hogy ez van nagyon az. Ez lehet, hogy ez nem elég erős. Ki tudja. Esti fényekhez vagyok szokva. Hello, Bazsi. Raised Sun. Na szóval közben felraktam a DS Fixet, úgyhogy elvileg most már a textúrák nem olyan undorítóak, hanem szépek. Tehát most már szinte a remasterrel játszunk, illetve azt is elolvastam és megtudtam, a kamerát közben lehet, hogy nem tudom, hogy szokott lenni. Tehát azt is elolvastam és megtudtam, hogy a Prepare to Die Edition-be egyébként benne van a DLC, úgyhogy megvan a DLC, tehát nem kell félni attól, hogy nincs, úgyhogy minden szép, minden jó. És itt pedig, akkor ott jártunk, hogy meghalt a boss. Ja, akkor menjünk le. És akkor most kell elvileg menni a... Fogalmam sincs hova. De ez a rész a mapnek elvileg kész. Aki helt és kávét emlegett természetesen. És mindjárt elolvasom, csak megkeresem, hogy hol van a... Vagy pár ilyen cucc. Miért ilyen halk vagy? Megint szarul volt a... Igen, szarul volt bedugva a felhallgató, ami fül. Szóval... Szépen... A rest. Na, azt mondja, hogy... egyszer teszteltem magam, megittem kb. Liter health és 4 kávét. Miért? Az már koffein mérgezés gyanús. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Köszönjük szépen. Hopp. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Megint olyan halk a beszéd. Butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way. Hogy nem? Csak szerintem. Nem is hallom, hogy beszél. And it's humanity. Coveting thy neighbor is only human. After all. Na. Ez nem is itt van. Options. Még elvileg a voice fel van húzva, úgyhogy... Más nem tudok csinálni. Jó. Akkor elvileg most lefelé kell menni. Ó, oh, hello. Rég találkoztunk. Ah, hello there. I have your reward. Please, accept it. Sunlight medal, no? I am grateful to you for freeing me. Not enough for you? Well... Let's not be greedy now.
Na. By the Lord. Adjál valamit. Your humanity is really slipping, but there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now, who do you imagine will make the best use of it? Figyelek. You again. What is it? Let me steal your thunder. What? Let's not be too friendly now. De kell az armorja, jó, hogy él. Ez már volt. You again. És nem itt van? De itt van. No response. Na. Ez is megvan. Vagy csak egy volt, a szem. Nem change equipment. Hol vannak a soulok? Ez amúgy mire jó ez a medál? Van egy ilyen érzésem, hogy nem sok jóra, de azért hátha. Nem a gyűrű a lényeg, hanem a bonfire. Nem tudom, hogy ez mit akar. De a gyűrű az annyira nem volt bíztató. Ez így lemegy? Ja. Jaj, tudom, hova megyünk. Azt hiszem. Legalábbis ez a lift ismerős. És... nem biztos. Úgyhogy bárki tudja egyébként, hogy mit kellene csinálni, szóljon nyugodtan. Én csak úgy próbálok túlélni. Ez a medál az kígyó eledel. Le kéne fázni... Ja, le kéne fázni egy kis kávét szerintem is. Nekem a kávé az itt van, dobozban volt igazából. De nincs benne már több, sajnos. Úgyhogy az big oof. Halló? Miért vannak minden ilyen víz alatti hangja kb? Vagy csak szerintem, vagy mindig szar? Ja, még mindig szar. Áh! Kéne vennem már egy normális fejhallgatót, aminek tényleg olyan csatlakozója van, mint ami kell ide. Ja, így sokkal jobb az egész. Innen jöttem, vagy innen lehet jönni? Ó, oh, ezt ki tudom nyitni? Wow. Valley of the Drakes. Oké. Okay. Oké. Okay. Innentől igazából teljesen ismeretlen a játék. Bármint, nem mintha eddig ismerős lett volna annyira. De... jó. Innentől végképp nem tudom, hogy mi történik. Miért megpróbálok átmenni a... Ó, arra van valami. Arra is talált, arra nincs. Jó sötét az mindig kell. Végig is attól Dark Souls a Dark, hogy Souls. Még nekem is fel kéne kelni egy kicsit. Igen, szerintem... Ez mi a jó isten vagy? Tösd a hátad. Wow! Azt a de jó vagyok! Aha, az is... az jó volt, az... Aha, tehát ez itt a Blight Town. Oké. Okay. Tehát megölni az aranylovagot, amíg... ő nem öli meg a Firekeeper-t, mikor megszerzed a két Fire Sword, vagy...
Megkongatod a két harangot. Áh, hogy megöli! I see. Mondjuk az kicsit kellemetlen. Történt. Na. Azt mondja, hogy... Tehát csak nem öli, de mondjuk elhiszem, hogy megöli. Hopp! Mondjuk itt le lehet ugorni. Easy. Ne! Ne! Rossz kamba nyomtam! Azért sem öli... Mit? Jaj, ez a bonfire kialszik, hogyha... Igen? De már nincs is itt. Itt le lehet ugrani. Le lehetett, nem? Teljesen igazam volt ebben. Nem így terveztem. Na, akkor próbáljuk meg harmadszorra is lemenni. Ó, itt van. Most öljem, de nem akarom megölni. Itt is le lehet, de hol le lehet ugorni. Nézzétek meg, olyan aranyos. Well, where have you been? I'm glad to see you're safe. Látod? Have you heard of Trusty Patches? If ever a man has rubbed me up the wrong way, if he ever comes around again, I swear I'll have his hide. Okay. You again. You again. What is it? Our futures are murky. Szavasz. Try jumping. Ha! Már megpróbáltam. Nem jött be. Igen, egy harangot már megkongattam, a gargoyle-t megöltem. Na. Úgyhogy most megyek a másikhoz, ami elvileg erre lefelé van. Elvileg. De annyira nem tudom. Ezt a motion blurt figyeljétek azért. Ez egy okosnak tűnt. Uff. Az nem oda ment. Uff. Puff. Nagyszerű. Easy! Itt is van egy. Annyi szól van itt ingyen, hogy hú. Becsülés az a másik összes Dark Souls-ban. Benne van Demon Souls-ban és Bloodborne-ban is. Vagy igen, a motion blur az egész érdekes. Loot! Gimme! Ez jó. Nem tudom, most eléggé jól el vagyok ezzel a fegyverrel, de... Hogyha véletlen találok valami fegyvert, ami nagyon jó, akkor szóljatok nyugodtan. Ezt mondjuk nem értem, hogy... Transcend Curse? Oké. Okay. Nem tudom, mit kezdtem el mondani, mindegy. A Dark Souls az egyetlen játék, amiben vészing nélkül konkrétan érzékelem a screen tearinget. Á, hát mondjuk jó, Dark Souls az iszonyat szarport, tehát ez...
azt azért meg kell mondani, hogy nem igazán jött össze a portolás. De most elvileg DS Fixel az fixed végül is egészen jól. Ezt fogadjunk, hogy enemy. De ne! Hát... nem feltétlen tudom, hogy mi történik. Belút. Arra láttam valami lootot. Saint Curse még mindig nem tudom micsoda. De erre nem megyünk. Ah! Egyértelmű! Hát, hogy erre hogy nem gondoltam eddig? Ami igen, tehát a remastered az nem sokkal jobb ilyen szempontból. Amivel jobb, az, hogy fel lett húzva... Nem rád vagyok kíváncsi? Tehát fel lett húzva a screen resolution, bár az meg lett fixelve a DS Fixel is. Weakness kicking. Nem tudom, hogy kell rúgni. Hopp. De jó, tehát a remaster elvileg nem annyival jobb. Én persze megfixeltek egy csomó minden, nem annyira hackelhető, meg ilyennek, de... Továbbra is úgy érzem, hogy nem éri meg azt a további 40 eurót. Persze az is lehet, hogy igen, de... Főleg, hogy mivel rájöttem, hogy a DLC benne van ebben is, a Prepare to Die Edition-ben, ezért... Megvan a full experience, aztán a Dark Souls 2-nél meg már nem lesz ilyen gond, mert... Mert miért lenne? Egyébként itt hova kéne mennem? Halló? Hogyha nincs meg a DS1, akkor... várjál. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett Vinheim. I was once an established smith. Smith? Oh! Can you believe it? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Oh my god, nem mentem tovább. I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in the world. Nem tudom, hova megyek épp a másik haranghoz, de nem tudom, hogy hol van. Ezek mit lehet venni? Heavy Soul Arrow és Soul Arrow? Xor... ez ilyen valami magic cucc. Reinforce-olni lehetne dolgokat, ha... lenne miből. Jó. Come back soon. Smithing helps soothe my nerves. Don't let me wither away out of idleness. Mi van a kezébe? Olvas? Nem tudom. Na, jó van. Tehát azt mondja, hogy nem a csatornában kellene menni, vagy ha merész vagyok a Blind Town hátsó kijárat. Tudom. Feltétlen. Tehát jó. Meg próbálok rájönni, hogy hova tartok. És éppen nagyon örülök a fejemnek, hogy mindenkit egy hitelek. Akik vissza sem ütnek, és rám sem néznek igazából. Jó, de az előbb erre jöttem. Amúgy nincs itt valahol lent egy bonfire, azért... Lehet, hogy segíteni sokat, nem kéne mindig föntről leszaladnom.
Itt van egy pár szól még től. Áó! Az előbb ez nem is ütött meg. Úgy érzem, hogy ez csalás. Na, ott megvan valami loot. Csak az a kérdés, hogy hogy tudok oda menni úgy, hogy ne halljak meg. Mindegy. Ne. Halló. Mindegy, megvan a szól. Akkor még egyszer reinforce-olhatok? Azt mondja, hogy ember kell az, hogy megváltoztassam a fegyver hatását. Csak egy ilyeneket lehet itt. Jó. Megint nincs itt. Reinforced. Oké. Okay. És most már nagyon heal-el vagy. Weakness kicking, itt sincs. Ezt mindig elfelejt. Mindig azt hiszem, hogy itt kell lemenni. Pedig nem. Hopp. Egyébként... nézem már. Milyen cuccaim vannak, tehát erre egy kérdés, hogy micsoda. Jó. Színvéden, ez nem kell. Oké. Okay. Azt mondja, hogy téged be kéne tenni. Egyike helyett. Hol volt? Oké, okay, és most már meg lehet ölni a ghostokat. Nagyszerű. Nagyszerű. Lehet segíteni fog. Hogy kellett váltani? Na, miért nem tudok váltani az itemek között? Jaj, persze! Mindig elfelejtem azt a rohadt menüt kikapcsolni. Azt mondja, hogy... mi ez? Szellemet nem tudod megölni, csak átkozott fegyverrel, te is átkozott vagy. Boss is okozhat, vagy az item, amit felvettem. Aha! 5 percig tart és drága talog. Jó, és a fegyverem hogy lehet olyan? Hogy ez csak valamilyen fegyver lehet olyan, vagy mondjuk amit kaptam. Ez olyan? Nem tudom. Nem úgy néz ki. Mert igen, hogyha ugye ebből a Transient Curse-ből nincsen nálam túl sok, tehát van 4 darab. Nem tudom, hogy lehet szerezni, tehát egyelőre nem pazarolnám. Bármennyek azért kipróbálni meg lehet. És akkor... Uff. Jó, azért kapják a damage-et. Hopp. Oké, okay, kicsit stamina az nincs. Közben azért ne felejtsem el, hogy milyen játékkal játszok, és annyira nem könnyű itt megölni a dolgokat. Jó. Szerintem az Estus az mehet. És, arra van valami. És a val... Ja nem, azt hittem erről, hogy loot. Pedig nem. Mert ugye ezzel az a baj, hogy én most meghalok. Akkor már... Ah, de jó.
Aha. Voltosan. Ha. Van valami jó loot. Legalábbis gondolom, hogy jó loot. Eléggé sárgának néz ki. Á, Ghostblade, ez már cursed. Elhagytad a lootot. Miért? Milyen lootot hagytam el? Miről beszélsz? Nem látok lootot. Azért? Jesztegetsz itt engem. Így de jó volt. Ó, ez nem jó. Aha. Ne. Ja, azt a lootot, amit én is lootnak hittem. Aha. Igen, azt elhagytam. Meg is örültem, hogy ott a loot. De legalább arra kell menni, tehát az is valami. De most az a kérdés. Kaptam itt egy fegyvert. Itt is be lehet rakni. Téged. Ezzel lehet szellemet ölni, hogy simán. Elég erősnek néz ki. Ó, üdv újra itt. You again. You again? Nem. Ez most valaki más. Úgy jó lenne levelapolni is, mert... kicsit... kevés rajtam az armor. Jó lenne valami normálisabbat felvenni. De ez a helm, ez csodálatos. Illetve lehet, hogy ennél a sírnél is most már van jobb. Meghalok. Tehát van jobb. Ez ugye azért volt jó, mert... volt benne egy kis fire resist. De ez jobbnak néz ki. És még mindig... ó, de jó fetrol lett. Használom én ezt egyáltalán. Mert csak... mit kell nézni? Ez 4-es volt. Oké. Okay. És lehet összekevertem a Divine és átkozott fegyvert. Nem tudom. Melyik kell? De amúgy kipróbálom, tehát... végülis nem ártunk vele. Ezt se találom, na. De mit sem van. Úgyhogy ez mindenképp jó. Hát most max nem tudom megütni, és akkor futok. Hogy használok még kezeket. Wow! Nagyon menő. De mindjárt megmondjuk, hogy mit mond a szöveg. Need curses. Jó. Megnézzük először curse nélkül, aztán curse-el. Heavy az milyen? Wow. Nagyszerű. A másikat csontok ellen, jó. Ja, ezzel tudom ütni. Nagyszerű. Ajaj! Jó, hát legalább azt megtanultam, hogy ezzel meg tudom ütni. És nagyjából damage-e is van. tényleg lehet Black Knight-ot kéne megtámadni megint. És akkor se tudom már merre volt. Nem is a Black, hanem a Silver, ami... messze van. Próbáljunk erre progresszt csinálni. Amúgy nagyon el vagyok most Dark Souls-szal, tök jó.
régen volt már, hogy találtam egy játékot, amivel bár annyira nemrég, jó mondjuk attól függ mi a régi. Legutóbb, amit találtam játékot, és ott jól el voltam vele, az a Witcher volt. Jaja. Witcher 1-et, azt nagyon szerettem, azt nagyon bírtam. Witcher 2 az, hát inkább csak nem rossz játék az se, de Witcher 1 az nagyon OP. Witcher 3-at elkezdtem, azt még be kéne fejezni, de... Ja, most a Dark Souls az eléggé Dark Souls. A szellem dobta fegyvert, az noobbara, csak sok ütés kell. Hát igen. Az igaz. Wow. De hogyha visszaszoknék... Witcher 3-ban nem fogalmas is lehet. Hát mondjuk előről nem kell nekezni, nagyjából tudom még, hogy mi volt. De ja, itt meg... lehet, hogy vissza kéne szokni, hogy Dark Souls-szal játszunk. Nem sötét ez egy kicsit? Flame is... Ja, hogy ezt még sötétebbre kéne venni, így. Aha. Nem. Itt talán látok is. Jaj! Megint ott maradt a menü. Mennyi nem mennyi. Kérlek szépen, ne csináld ezt velem. Ajaj. Ó. Legalább már tudom, hogy mi az, amikor kinyúl érte. De jó, hogy Witcher 1, az nagyon bejött. Azt is nagyon szívesen végigvinném streambe megint. Talán most egy másik pásszal. Illetve amúgy a Witcher 2-t is. Mert... hopp, ez majdnem jól sikerült. Néztem egy random streamet Witcher 2-ből, csak egy pár percet, de a lényeg az, hogy rájöttem, hogy... annak a játéknak csak a felét láttam. Mert... tehát ott, hogyha más döntéseket hozok, akkor teljesen más a játék. Legalábbis máshova megyek még ilyenek, úgyhogy legalább még egyszer végig kéne vinni. Vagy kétszer-háromszor. Csak ugye már végigvittem úgy, ahogy én akartam. És... így nem tudom, hogy végig is végig lehet vinni még egyszer, mert ott van benne a content, csak... azok már nem azok a döntések, amikkel jól érzem magam annyira. Vagy nem tudom, hogy... hogy mondjam, de amúgy azt még egyszer végig lehet vinni. De az egy, az csak az pure gold az a játék, tehát az... tényleg. Ez nagyon nehezen évekig csesztettem magamat, mire sikerült elkezdeni, mert hogy nem Witcher. Sőt, még emlékszem, hogy mikor kisebb voltam jóval, akkor megpróbáltam Witcherözni. Falon át is jönnek majd ennek. Nagyszerű. Tehát megpróbáltam Witcherözni, és tiszta bugos volt, meg nem is értettem, hogy működik, meg hogy kell harcolni, meg ezt hagyjuk az egészet. Aztán utána rájöttem, hogy ez annyira nem egy bonyolult játék. És elkezdtem újra, és tudom, hogy akkor is először... Először streamelni akartam, csak... természetesen az előző laptopom az mondta, hogy mi lenne, ha nem. Meg akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor... akkor nem. De aztán csak rávettem magam, hogy de, megnézzük, és... és végül kiderült, hogy tényleg egy rohadt jó játék. Természetesen ez mind a sorozat után. Nem vetted észre, hogy lépcsőn a falon átjött? Nem. Easy. Ezeket is hátba lehet szúrni. Fegyver. Nem fegyver. Ami lehet jobban járni a másik fegyverrel. És akkor elnyomok egy ilyen curse-t. Meg talán nincs is annyi szükség, hogy kellett. Így. Ja, hát itt shieldet nem használom egyáltalán, úgyhogy felesleges.
hogy... Aha. Szépen, nyugodtan, Dark Souls-szal játszunk, nem diablózok éppen, tehát... Gyertek csak! Hello! Ajaj, ne docsoljunk annyit itt, mert veszélyes. Azért is dodzsolok. Ha! Easy! Easy! Aztán... volt valami? Ó! Oh, volt. Hol? Ne, hát de már! Értem már, hogy miről van szó. Öt percig tart, szóval óvatosan a fejérköd eltűnik körületed. Jó van. Csak ugye, hogyha sokan vannak, akkor ez a fegyver annyira nem jó, mert közel kell menni, és akkor meghalok. De igen, tehát ott jártam, hogy a Witcher 1-et is nagyon szépen, szívesen végig streamelném, de az valami 40 óra volt. Azt hiszem. De tényleg egy nagyon jó játék. De amúgy jó volt így, amikor kijött a Witcher sorozat. Dark Souls egy több. Hát igen, csak a Dark Souls-ot még nem vittem végig, tehát most ezt egy kicsit nagyobb motivációval játszom. De igen, tehát amikor kijött a sorozat, akkor megnéztem, ugye első egy-két rész után nézem, hogy hát nem ettől leszek Witcher fan. Aztán végig is végignéztem a sorozatot, végigjátszottam az egyet, végigjátszottam a kettőt, végighallgattam az első könyvet, aztán végighallgattam a második könyvet, vagy csak elkezdtem, nem tudom. Mindegy, most vettem meg a harmadikat. Úgyhogy nem ettől leszek Witcher fan, és így de. Úgyhogy, tehát én a sorozat előtt semmit nem tudtam a Witcherről. Jó, tehát tudtam, hogy van és létezik. De semmi lore, semmi, hogy ez milyen világ, meg mindez, semmi. Mit ne hazudjak? Akkor leérsz, miért nem küld a liftet haza? Ez egy jó kérdés. Eszembe se jutott eddig. De látod, ezért vagytok ti itt. Ne nekem kelljen gondolkozni, hanem ti okosok vagytok helyettem. Uff. Ez volt a heavy? Gyere csak. Aha. Már mondani akartam, hogy arra nincsen felkészülve, hogy hülye vagyok, de fel van. Up. Még meg kell szokni, hogy milyen messze érek el ezzel a fegyverrel. Azt, hogy 2 milliószor meséltél róla, az nem azt jelenti, hogy figyelek is. De amúgy igen. Tehát igazad van, hallottam róla, de attól a tudatomban nem került be információ semmi. Azon kívül, hogy Witcher és fehér a haja. Easy. Na, akkor ott jártunk, hogy Curse. Magamra se figyelek amúgy, tehát ez... Halló? Ez teljesen obvious? Na. Kérlek, köszönöm. Ott topkékeltem mindig. Hát... Igen. Please ban me. Úgy a falon keresztül, gyere. Vagy valahogy bárhogy igazából, tök mindegy, csak gyere már. Nyertem. Félig. Easy. Azért úgyis bemegyünk.
kibételünk mindenkit, tehát ez kizárt, hogy én bent harcoljak. Az a bajom, hogyha mesélhettél róla, de hogyha nem értem, hogy miről van szó, akkor tök mindegy. Hát ne rúgdossad már. Szűk folyoson hosszú fegyver nem előnyös, dehogy nem. Nem kell hozzájuk közel menni. Oké, hogy nem tudok vele széleset ütni, de így szépen szemezgetni lehet. Loot! Ne! Jó van. Ne, gyere vissza! Menj el! Miért követem? Miért vagyok teljesen hülye? Félek közben, hogy ez lentről ütsz? Aha! Nem szégyelled magad? Nem úgy néz ki mondjuk. Na, vissza kéne állítani az esztuszt. Na, ki tudom bételni, vagy az ott így rohadjom. Á, jó. Uff. Nagyszerű. Ennyi? És akkor itt volt valami. Akkor nem. Félek azért rendesen. Na. Tudom, hogy ott aludt, de akkor ez 100%, hogy valami trap. Nem hiszek neki. De azért oda megyek. Mennyire... Easy, mondtam. Tudtam. Ennyi. Ez a játék easy. Ez már az Ender volt? Igen, most megyek az Ender Dragonhoz. De hogy lehet menni? Mindegy. Ez remélem nem boss. Nem az volt. Ott is van loot. Azt. Tudom, mi történik. Ne! Nyomtam a gombot! Nyomtam a gombot, de már láttam, hogy nem fog ugorni. Ott volt a szemében, hogy... Nem. Inkább lefutok. És régen, amikor 2x2 méteres szobában jönnek 10, akkor lehet, hogy... problémák lesznek. Ugye kaptam valami másik fegyvert is, nem? Ez volt? Hát ez annyira nem jön be. Hát egy 4000 szól az rip. De nem baj. Nem is kellett soha. De legalább nagyon szépen lassan lépésről lépésre haladunk. Mindig egyre tovább. És igen, most nem leszek hülye és visszaküldöm majd a liftet. Na? Na.
Egyébként van cicámód 2 is. Csak az egyik rohadt drága, azt ne vegyétek meg. Azt majd akkor vegyétek meg, hogyha lesz elég szab. Azt hiszem 15, meg 13 kell. Nem, ezt mérőlöm. Tényleg hülyeség. Hogyha lesz elég szab, akkor be tudom tenni majd normális emotnak. Most eddig csak ott van így tesztelni, meg ilyenek, de... Nem mondod meg, hogy mit csináljak. Figyelj, tehát tőlem megveheted a 25 eurós szabot. Azt nem tudom, hogy minek, mert... Szerintem teljesen hülyeség. Azt csinálsz, amit akarsz. Lift, tényleg? Most, hogy mondod? Teljesen igazad van. Teljesen igazad van. Giftelhetsz is valakinek 25 euró szabot. Ha szeretnél. De neked még mindig van egy gift szabod. Mert hogy megmondtad nekem a Heart and Soul-t, úgyhogy... Továbbra is a te döntésed, mit kezdesz vele. Jó, álló. Véletlen 2 lett. Na. Ez jó volt. Nem jó. Nem jó. Tehát csak úgy is, hogy rossz. Kérlek. Thanks. Jó volt. Na. Nem akar fegyvert dropolni valamit hosszabbat? De csak a hosszút szeretem. Na. Igazából szépen lassan egyre több ilyen curse-en van, tehát... Végül is legalább az nem fog elfogyni. Na gyere. Milyen kedves amúgy, át tud menni a falon, de azért az ajtón jön ki. Na-na. Szerintem ez a maga a kedvesség. Már jöttök. Pánikolni akartam hosszú dolgokkal erre leelőbödobni. Hát persze. Nem úgy megy az, hogy itt majd csak poénkodunk nélkülem. Akkor én vagyok a Comedy Gold. Ez lehet, hogy rossz ötlet volt. Hogy mérsékeltem volt, csak jó. Na. Megmentettek téged az előbb. Hogy... Na végre ő is kijött. Easy! Elfogyhat a curse, persze. Persze. Volt még bent? Volt. Uff. Easy money. Több nem volt, ugye? Jó. Akkor irány lefele. Jó. Arra már nem megyünk, mert... De mondjuk arra volt egy chest. Nem leszek greedy, nem arra megyek. Hát... kettő... Loot! Szörnyű... Szokott valahogy lelet? Ó! Oh! Mik nincsenek itt? Hogy lehet itt lecsúszni? Még mindig nem tudom. Lehet, hogy egy hasznos tudás lenne. Na, remélem mindenki felkészült. Ugorni fogok. Oh, sikerült! Mindenki látta? Jó.
hirtelen megijedtem, hogy gyökér vagyok, és ezért a teljes progresszt, amit bementem, azt így nulláztam, de rájöttem, hogy most visszafelé is tudok akkor ugorni. Ne szóljatok hozzá. De biztos vissza lehet ugorni. Ne, az magasabban van. Fuck. Vagy akkor föntről? Nem PS4-en játszok? What? Ezt nem értem. Hoppá. Aha. Easy! Na, tudtam én. Nem vagyok teljesen gyökér, csak félig. És itt ez azért jó, mert nem is jó. Oké. Okay. Erre pedig van egy enemy, aki ugye át tud ütni a falon, csak én nem. Magasabban van itt az ugrás legrosszabb, de nem jó vele kísérletezni. Dehogy! Teljesen jó. Na. Viszont most már simán vissza tudok menni, és nem kell körbe menni azon a undorító szobán. Szerintem teljesen pozitív, hogy elérjük itt a dolgokat. És most majd visszaküldöm a liftet, jó? Most már biztos. Hogyha nem felejtem el. Good luck, thanks mate. Nagyon menő ez a shield, de ez a motion blur, ez egy vicc. Nem küldöm vissza a liftet. Nem lehet. Na, akkor azt mondja, hogy... Ugye erre mi van? Erre elnéztem már? Ja, itt van a Blight Town. Jó. Ingame beállításban ki van kapcsolva? Nincs, de annyira nem zavar igazából, mert máshol nincs. Tehát ezen az egy helyen megkibírom. Gondolom. Meg nem tudom, hogy ezt most a DS Fix csinálja, vagy az in-game motion blur, mármint az eredeti. Viszont az ablakot becsukom, mert kezd hideg lenni. Az pedig senkinek sem jó. Az in-game eredeti? Lehet? Szia, Cica! Nyom. Akarsz a streambe lenni egy picit? Nem? Nem baj. Gyere. Na, gyere! Úgy szépen. Ennyi. Itt a tica. Csak még rajta állt és nem jött fel. Mi? Vissza lehet, csak... Jó. Akkor majd legközelebb megpróbáljuk, viszont... Citát az valahogy... Hol szeretnél lenni? Úristen, mennyi macska szőr! Te jó ég! Itt az elembe? Úristen! Biztos?
Lehetsz amúgy máshol is, mondjuk az asztalon. Na? Valami lesz? Látjátok legalább? Á, ja, ott a feje. Itt a cica fej! Hát szerintem ő itt fog lefeküdni az ölembe. Őt még kamerába, benne vagyok, nagyszerű, valahogy. Nem mondom, hogy nem zavar a farka. Megoldjuk. Pro gamerek vagyunk, úgyhogy megoldjuk. Na, végre lefeküdt. It's easy. Easy, átütök a falon is. Néha. Biztos van olyan opció is. Na, hogy kellett oda menni? Oké, most már. Jó, ne lök ki a kezembe a kontrollert, léci. Oké. Azt mondja, hogy téged itt megölünk. Egy. De azt hiszem, hogy itt is volt még egy. Ja. Loot valahol? Persze. Fegyver, kérlek, fegyver! Végül is! Végül is fegyver. És akkor oda... De leestem, vagy átugortam? Szerintem leestem. Ja. Jó van, menjünk fent, vagy lent. Ez valami chest? Nem tudom. És meg lehet nézni óvatosan. Ne. Jó. Szerintem az ott nem chest mondjuk. Az viszont egy enemy. Egész kellemetlen lesz, hogyha mindenki egyet belém fog ütni. Ja, nem chest. Ó, viszont ott van loot. Ott van loot, amit lehet, hogy el sem tudok innen érni. Ja, innen semmi. Talán a másik oldalról. Fogalmam sincs, hogy bármi értelme van annak, hogy én itt ebbre körbe megyek.